Sziasztok! Folytassuk a geometria témakörünket megint ebből a feladatgyűjteményből kiválasztott feladatok közül. Elsőre csináljuk meg az 1101-es feladat mind a két felét. A feladat a következő. Az ABC és az A1, B1, C1 háromszögek szögei megegyeznek. Na, itt álljunk meg egy szóra, hogy ez a gondolat mit jelent. Ez pontosan azt jelenti, hogy a két háromszög hasonló. Határozzuk meg a B vesző és a C oldalak hosszát, ha A 10, B 14, A vesző 25 és C vesző 20 cm. Vagyis van két háromszögünk, amelyek hasonlóak az 1101-es feladatban, és akkor tudjuk, hogy az A az 10 cm, a B az 14 cm, valamint ugye a C vesszőt tudjuk, hogy az 20 cm. És az A vesszőről is, hogy 25 cm. Keressük a B vesszőt, és keressük a C oldal hosszát. Hát az összetartozó megfelelő szakaszok aránya állandó, mivel ez egy hasonló háromszög a másikra. Vagyis az összetartozó párok, azaz A és az A vesző, mind a kettő ismert, így az arányszám, a lambda hasonlósági arányossági tényező kiírható, vagyis A vesző per A. Ez szerint, ugye, hogyha behelyettesítünk, 25 cm törve 10 cm-rel, cm-rel egyszerűsítünk, 25-ben a 10, az pedig 2,5, vagyis az eredeti háromszög oldalait 2,5-szeresére nagyítjuk. Hát akkor nézzük meg a B vesszőt is. A B vessző az nem más, mint lambda szor B, vagyis 2,5-szer 14 cm. Azaz 2,5-szer 14, számoljuk ki, értéke pedig összesen 35, vagyis a B oldalunk az 35 cm hosszú. És akkor még a C oldalt kell meghatározzuk, ugye C vesző egyenlő lambda szor C, innen ugye a C-t úgy kapom meg, hogy osztok lambdával, vagyis C vesző per lambda egyenlő C. Itt van nekünk a C veszünk, azaz 20 cm per a lambda értéke 2,5. Ez egyenlő a C-vel, végezetül ugye a 20 cm-t osztjuk 2,5-lel, az eredmény pedig 8. Tehát a C egyenlő 8 és cm, ezzel meghatároztuk az ismeretlen oldalak hosszát. Oldjuk meg az 1101-esből a B feladatot. A feladat ugye, hogy van két hasonló háromszögünk, és határozzuk meg a C vesző és a C oldalak hosszát, ha A és A vesző adott, és tudjuk, hogy a C és a C vesző különbsége 8 cm. Vagyis vegyük fel az adatokat, ezek szerint ugye az A egyenlő a 35 cm-rel, és az A vesző pedig 21 cm-rel. És a hasonló oldalak különbsége, az pedig 8 cm. Ez pedig ugye az 1101-es feladatnak a B része. Na, amiből ki tudunk indulni, az a arányossági tényező meghatározása,
vagyis lambda egyenlő A vesző per A. Helyettesítés után 21. Na. Tehát 21 centiméter per 35 centiméter. Centiméterrel egyszerűsítünk, 21/35 az, ugye 7-tel egyszerűsítünk, akkor ez 3/5. Azt is tudjuk, hogy a C vesszőt úgy kapnánk meg, hogy C-szer lambda. Helyettesítsünk be ebbe, mert ezt még nem használtuk föl, vagyis C-ből C-szer lambda az egyenlő 8 cm-rel. És akkor C-ből C-szer, ugye kaptuk lambdára, hogy 3/5, ez egyenlő 8 cm-rel. És ezután ugye ez 1C, ez pedig 3/5C, a különbség összesen 2/5C, hiszen gondoljál bele, ez itt 5/5 egy egész C, 5/5-ből 3/5 az 2/5. És ez egyenlő 8 cm-rel, felszorzol 5-tel, és osztasz 2-vel, vagyis 8x5 az 40, fele pedig 20, innen C egyenlő 20 cm. És akár mondhatjuk, hogy itt van nekünk ez az információnk is, vagyis 20 cm-ből C vesző az 8 cm, és kivonva mindkét oldalból 20 cm-t, így mínusz C vesző az mínusz 12 cm, ahonnan C vesző az 12 cm. És akkor ezzel meghatároztuk a kérdéses oldalak hosszát. Oldjuk meg az 1102-es feladatból az A-t. Hasonlóak az ABC, valamint az A1-B1-C1 háromszögek, ha oldalaik hossza 1-1,5, illetve 2 méter, a hozzá hasonlónak hit háromszög oldalai pedig 10 cm, 15 cm és 20 cm hosszúak. Vegyük fel az adatokat, tehát kezdjük, hogy 1102A feladat. Adataink pedig a következők. Az ABC oldalak rendre 1 méter, aztán 1,5 méter, valamint 2 méter, és az A vesző, B vesző, C vesző háromszögek oldalai 10, 15 és 20 cm-esek. 10, 15 és 20 cm hosszúak. Két háromszög akkor hasonló, hogyha a megfelelő szakaszaiknak az aránya állandó. Vagyis annak kell teljesülnie, hogy A vesző per A az megegyezik a B vesző per B-vel, illetve a C vesző per C-vel, tehát a megfelelő szakaszok aránya állandó. Ezt úgy is hívjuk, hogy ugye arányossági tényező, azaz a lambda. Hogy könnyen el tudjuk végezni a számolásunkat, váltsuk át ezeket az első háromszög oldalait, ugye centiméterbe. Tehát ez itt akkor 100 cm, ez 150 cm, és a C pedig 2 méterből 200 cm-ré válik. Hát nézzük meg, hogy A vesző per A értéke mennyi. A vesző per A, azaz 10 cm per 100 cm. Centiméterrel egyszerűsítünk, sőt még tízzel is, és akkor az eredményünk 1/10. Hát ez ugye a lambda. Nézzük meg a B vesző per B-t is. Ez ugye 15 cm per 150 cm.
centiméterrel egyszerűsítettünk, sőt még 15-tel is, és ekkor ez is 1 tized. És ugye ez is ugyanaz az arányossági tényező kell, hogy legyen. És akkor most már csak a C vesző per C-nek kell ugyanennyinek lennie, számoljuk ki. C vesző per C, azaz 20 centi osztva 200 centiméterrel. Centiméterrel egyszerűsítünk, illetve 20-szal is, ekkor ez 1 tized, és ez is lambda. Mind a három esetben az arányossági tényező ugyanaz, vagyis kijelenthetjük, hogy a két háromszög hasonló, írjuk is le a diagnózist, azaz a két háromszög hasonló, mert megfelelő oldalainak aránya ugyanannyi. Ez pedig volt ugye az egy tized. És akkor az A feladatot meg is oldottuk. Nézzük meg a B feladatot, azaz 1102-ből a B feladatot. Itt is ugye van két háromszögem, 1 méter, 2 méter, 15 deciméter, valamint 12 deciméter, 8 deciméter és 16 deciméter hosszúságú oldalakkal. Írjuk fel az adatainkat megint, tehát A, B és C, azaz 1 méter, 2 méter és 15 deciméter, a hozzá hasonlónak vélt háromszög pedig A vesző egyenlő 12 deciméter, a B vesző az 8 deciméter, illetve a C vesző az 16 deciméter. Nos, hát kérem szépen, hogy hasonló-e, ezt először is nézzük meg, hogy milyen sorrendben vannak ezek az oldalak, rakjuk közös mértékegységbe, ugye látjuk, hogy deciméterekről szól a jobb oldali, a bal oldali az pedig méter és deciméter, váltsuk át méterekbe, azaz 10 deciméter és 20 deciméter. Ez pedig maradjon 15 deciméter. Az oldalaknak a sorrendje ugye az A, C és a B. Tehát A, aztán jön a C, és aztán jön a B oldal. És itt is nézzük meg a sorrendet. A B a legkisebb, őt követi az A, illetve őt követi a C. És ugye vesző formájában. Nos, a megfelelő oldalakat ugye növekvő sorrend alapján kell megnézni. Tehát A per B vesző, ha ez két háromszög hasonló, akkor A per B vesző, az megegyezik a C per A veszővel, és az pedig meg kell egyeznie a B per C veszővel. Hát ezeket számítsuk ki. Tehát kezdjük A per B vesző, azaz 10 deciméter per 8 deciméter, vagyis ez 10 nyolcad, azaz 5 negyed, mert deciméterek kiesnek. Aztán nézzük a következőt, a C per A vesszőt, C per A vessző, azaz a 15 deciméter, törve 12 deciméterrel,
deciméterrel tudunk egyszerűsíteni, valamint 3-mal is. 15-ben a 3 az 5, 12-ben a 3 az 4. Eddig megegyezik a kettőnek az aránya, és akkor még a B per C vesző fogja eldönteni. B per C vesző, azaz a 20 deciméter törve C vesszővel 16 deciméterrel. Deciméterre egyszerűsítünk, 20 és a 16 pedig 4-jel osztható, egyszerűsítsük a törtet 4-jel, vagyis 5 negyed. És itt is, ugye a hasonlósági, arányossági tényezőnk mindenütt ugye 5 negyed, ezek egyenlők, tehát a két háromszög hasonló, a két háromszög hasonló, mivel megfelelő oldalainak aránya állandó, vagy ugyanannyi, megfelelő szó természetesen itt alkalmazható. Tehát attól, hogy itt összekeverték az oldalakat, attól még találunk olyan oldalpárokat, ami alapján ugye hasonlóvá tudjuk tenni. Kicsit megtévesztő volt itt az oldalaknak a sorrendje, ezért kellett itt átírnunk és fölvenni a növekvő sorrendet, vagyis az oldalakat növekvőbe rendezni, hogy a megfelelő oldalakat össze tudjuk párosítani, és ugye a legkisebb a legkisebbel, legnagyobbal legnagyobbal hasonló, illetve a középső a középsővel fog aránypárt alkotni. Hát akkor ezzel ezt a feladatot meg is oldottuk. Csináljuk meg az 1103-asból a B feladatot, bocsánat, 1102-esből még mindig a B feladatot. Ez szerint ugye, megint azt vizsgáljuk, hogy hasonlóak-e, 1 méter, 2 méter, 1,25, aztán centiméterekben, ugye 10, 9 és 16 a másik háromszög. Hát írjuk föl az adatainkat, vagyis még meg is van keverve itt a sorrend, ugye ha jól látjuk, C egyenlő 1 méter, B egyenlő 2 méter, hoppá, kétszer is szerepel a C. Hát szerintem ez itt el akart lenni, ennél az oldalnál itt a háromszögek oldalait ugye nem cserélte meg, és ennél sem, úgyhogy a logika az diktálja, hogy ez itt egy elírás a könyvben, vagyis A egyenlő 1 méter, a B egyenlő 2 méter, és C egyenlő 1,25 század méter. Igazából teljesen mindegy, hogy most A-nak, B-nek, C-nek nevezzük, egyik, másik és harmadik. Nézzük a másik oldalt és a másik háromszöget. A vessző egyenlő 10 cm, B vessző az 9 cm, és C vessző az 16 centiméter. Hát vizsgáljuk meg az oldalak arányát. Hát ugye növekvő sorrendbe itt is rakjuk be, úgy ahogy az előbb. Ez már elnézést kérek, nem is a B, hanem a C feladat. Na most már én sem figyelek rendesen, igyekszem összekapni magam. Vagyis sorrendbe rakjuk, legkisebb az az A, őt követi 1,25 méterrel a C, és ezt követi a B oldal. Itt is rakjuk sorrendbe. A legkisebb az a B vesző, őt követi a 10 cm-rel az A vesző, és ezt követi végül a C vesző oldalunk is. Na most, hogyha ez a két háromszög hasonló,
akkor a megfelelő oldalak aránya ugyanannyi kell, hogy legyen. Vagyis a B vesző per A, tehát a legkisebbek aránya, az meg kell egyezzen a középsők arányával, vagyis az A vesző per C-vel, és ennek egyenlőnek kell lennie a C vesző per B-vel. Hát számoljuk ki B vesző per A értékét. B vesző per A az mégis ugye 9 cm per 1 méter, 9 cm per 1 méter, ezt nem tudjuk egyszerűsíteni, át kell váltanunk a métert centiméterbe, hát hogyha itt az elején nem tettük meg, akkor itt a feladatban fogjuk megtenni. 9 cm per 100 cm, azaz, ugye itt most a centiméter már kiesik, 0,09, tehát itt 9 század az arányossági tényező. Akkor most nézzük meg az A vesző és a C arányát. A vesző per C, A vesző az 10 cm, C az pedig 1,25 század méter. A métert átváltom, itt is ugyanúgy, mint az előbb, 10 cm per 125 cm. Centiméterrel tudok egyszerűsíteni, hát 10-125, itt még 5-tel lehetne egyszerűsíteni, vagyis ez 2-25-öd lenne az arányszám. Hát a 2-25-öd és a 9 század az nem ugyanannyi. Ugye, hogyha én ezt át akarom írni tizedes törtre, akkor ugye századra bővítem, vagyis ez 8 század, azaz ennek értéke 0,08, és itt már látszik, hogy e kettő nem ugyanannyi, vagyis nem hasonló a két háromszög, írjuk le, nem hasonló a két háromszög, mert oldalainak aránya nem ugyanannyi. És akkor ezzel a feladatot megoldottuk. Oldjuk meg az 1103-as feladatot is. A feladat úgy szól, hogy egy négyszög oldalai A, B, C és D meg van adva, hogy 1,2, 1,8, 2,4 és 3,3 cm. Kicsinyített képén a D vesző az 2,2 cm. Mekkora a kicsinyített kép többi oldala? Hát ez itt a kérdés, vegyük föl az adatokat rendre. Mi szerint ugye az A értéke 1,2 cm, a B értéke az 1,8 cm, a C értéke az összesen, meg kell találjon a feladatot, 2,4 cm, és a D pedig 3,3 cm. Tudjuk, hogy a kicsinyített mása a D vesző az 2,2 cm. A feladat úgy szól, hogy mekkora a kicsinyített kép többi oldala, vagyis az A vesző, B vesző és a C vesző. Ezek a kérdések, ezt kell meghatároznunk. Hát ugye van itt egy rendezett adatpárunk, a lambdát meg tudjuk határozni. Lambda egyenlő ugye D vesző per D, vagyis 2,2 osztva 3,3-mal. Centimétert is kiírhatjuk, úgy is ki fog esni, és 2,2-ben a 3,3 az összesen
2 harmad, és akkor ugye A vesző egyenlő lambda szorá, ugyanúgy, mint a háromszögeknél csináltuk, hiszen hasonló sokszögek megfelelő oldalainak aránya az mindig állandó. Vagyis behelyettesítés után a kétharmad szor, ugye az A 1,2 cm, kétszer 1,2 az 2,4-nek a harmada az 0,8 cm, így akkor az A vesző mértéke az meg is van 0,8, B vesző az ugye lambda szor B, vagyis kétharmad szor 1,8 cm, azaz kétszer 1,8 az 3,6, és annak a harmada 1,2 cm. És a C vesszőt is meghatározzuk, hogy lambda szor C, vagyis kétharmad szor 2,4 cm. Hát most gondolkodjunk úgy, hogy ugyanazzal számmal kétszer akkora számot szorzok, akkor az eredmény is kétszer akkora lesz, vagyis 1,6 cm. Tehát akkor meghatároztuk a négyszög megfelelő oldalait. Ezzel a feladatot megoldottuk. Oldjuk meg az 1104-es számú feladatot. A feladat a következőképpen szól. Egy négyszög oldalai, 1104-es feladat, egy négyszög oldalai 10, 15, 20 és 25 cm. A hozzá hasonló négyszögben a legnagyobb és a legkisebb oldal összege 28 cm. Határozzuk meg az utóbbi négyszög oldalainak hosszát. Hát, vegyük fel az adatokat. A, B, C és D. Most már négyszögekkel foglalkozunk, és az oldalak rendre 10 cm, 15 cm, 20 cm, illetve 25 cm. És akkor azt tudjuk még, hogy a hozzá hasonló négyszögben a legnagyobb és a legkisebb oldal összege 28 cm, tehát az A vesző lesz a legkisebb, és a D vesző lesz a legnagyobb. Tehát a legkisebb és a legnagyobb különbsége, vagyis a D vesző és az A vesző különbsége, az pedig ugye összesen 28 cm. Határozzuk meg innen az ismeretlen oldalakat, hát rendre B vesszőt, illetve C vessző értékeit. Ezek itt a kérdések. Mivel ugye A, B, C, D rendezetten van sorba írva, ezért ugye az A vesző, B vesző, C vesző és a D vesző is rendezett lesz. Hogyan is kapnánk meg a D vessőt? A D vessző az nem más, mint ugye lambda szor D. Az A vessőt ugyanígy, az pedig lambda szor A. Vagyis e különbségből az arányossági tényező meghatározható, helyettesítsünk be. Tehát lambda szor D-ből lambda szor A az egyenlő 28 cm-re. És akkor innen a lambda kiemelhető, szorzattá alakítható, miszerint lambda szor D minusz A az egyenlő 28 cm-rel. Ekkor behelyettesítünk az adatainkkal, lambda szorozva D helyére azt írom be, hogy 25 cm, mínusz A helyére 10 cm-t, és ez egyenlő 28 cm-re. 25-ből 10 az 15 cm, és osztjuk az egyenlet mindegyik oldalát 15 cm-re. Ekkor lambdára azt kapom, hogy 28 cm 15 cm-ed része,
centiméterrel egyszerűsítünk, vagyis az arányossági tényezőnk az 28/15. Hát innen már vissza fogjuk kapni, ugye beszorzással az A vesző, B vesző, C vesszőt, vagyis A vesző egyenlő lambda szorá, azaz 28/15 szorozva ugye 10 cm-rel. Ennek értéke, hát itt most, hogy ne kelljen ezen sokat gondolkodni, használjuk a számológépet, 28/15 szorozva 10, ne lepődjünk meg az eredményen, 56/3, adjuk így nyugodtan, 56/3 cm, akkor a B vesző értéke az lambda szor B, azaz 28/15 szorozva a B értéke, ugye nézzük vissza, 15 cm volt, 15-tel tudunk egyszerűsíteni, így eredményünk 28 cm, és na most ez itt B vesző, én nem B négyzetet akartam írni, most láttam meg. A C vesző értéke az lambda szor C, azaz a 28/15 szorozva, ugye C értéke az 20. Itt is nyugodtan használjuk föl azt, hogy kétszer akkora oldalnak, kétszer akkora az eredménye, a felnagyítottja, tehát 56/3 duplája az 112/3 és centiméter. A D vesszőt pedig úgy kapjuk meg, hogy lambda szor D, vagyis 28/15 ször 25 cm. Ennek eredménye, hogyha kiszámítjuk, ez 28 szor 25 per 15, értéke 143. És akkor most nézzük meg a D vesző és az A vesző különbségét, hogy 143 mínusz ugye 56/3 mennyit ad eredményünk, vagyis 143-ból 56/3, az pedig 28 cm, vagyis ezzel megoldottuk a feladatot, megtaláltuk a hiányzó oldalak hosszainak értékét. Egy négyszög oldalai úgy arányolnak egymáshoz, mint 1 az 1/2-hez, ez a 2/3-hoz, és ez pedig a 2-höz. A hozzá hasonló négyszög kerülete 75 cm, vagyis a K vesző egyenlő 75 cm. Na most a két négyszög hasonló, akkor a megfelelő oldalaik aránya is ugyanannyi, tehát a hasonlónak is ezek lesznek az oldalarányai. Ez szerint az A értéke az X, akkor a B értéke ugye 1/2 x, a C értéke 2/3 x, ugye egységekben gondolkodunk, és D egyenlő 2 x. És ugye ez összesen 75 cm, vagyis X meg 1/2 x, meg 2/3 x, meg 2 x az egyenlő a 75 cm-rel. Megfejtjük az x-eket, adjuk össze, tehát nézzük meg, hogy ez itt mennyi, 1 meg 1/2 meg 2/3 és meg a 2 egységünk, ez összesen 25/6 x, 25/6 x, és ez egyenlő a 75 cm-rel. Osztunk 25-tel, akkor kapunk 3-at, és szorzunk 6-tal, így ez 18 cm az X. És akkor innen rendre visszavezetjük, hogy az A értéke az 18 cm,
a B értéke 1/2 x, vagyis 1/2 szer 18 cm, ami 9 cm hosszú, és C egyenlő 2/3 szor 18 cm, vagyis 2 x 18 az 36 harmada 12 cm, míg D értéke, ugye 2 az x a 18 cm, azaz 36 cm. És akkor ezzel a feladatot megoldottuk. Oldjuk meg az 1106-os feladatot is. Itt most ötszögre váltunk, a feladat a következő. Tehát egy ötszög oldalai 35, 14, 28, 21 és 42 cm hosszú, a hozzá hasonló ötszög legkisebb oldala 12 cm. Határozzuk meg a többi oldal hosszát. Írjuk fel az adatainkat. 5 oldal, vagyis A, B, C, D, E oldalaink lesznek. A, B, C, D és E. Írjuk be az adatokat, amit olvastunk. 35, 14, ugye ezek centiméterek. Aztán 28, 21 centiméter mindkettő, az E pedig 42 centiméter hosszú. És azt mondta még a feladat, hogy a hozzá hasonló ötszög legkisebb oldala 12 cm, hát az eredetiben 14 cm, akkor a hasonlóhoz hozzárendeljük a B vesszőnek a 12 cm-t, és A vesszőt keressük, C vesszőt keressük, D vesszőt keressük és E vesszőt keressük. Meghatározzuk a megfelelő szakaszok arányából következtetve az arányossági tényezőt, vagyis lambda egyenlő B vessző per B, azaz 12 cm per 14 cm. Centiméterrel egyszerűsítünk, kettővel is lehet, és így ez 6 heted. Vagyis az A vessző értéke az lambda szorá, azaz 6 heted szer 35 cm. Héttel tudok egyszerűsíteni, így ez 5, vagyis 6 x 5 az 30 cm. B vessző már megvan, C vessző értéke az lambda szor C, vagyis 6 heted szer 28 centiméter, héttel tudok egyszerűsíteni, és ez így 4 lesz, 6 x 4 az 24 centiméter, D vesszővel is ugyanez, lambda szor D, vagyis 6 heted szer a D értéke 21 centiméter, héttel egyszerűsítek, 21-ben a 7 az 3, 6 x 3 pedig 18 és centiméter, E vessző pedig ugye lambda szor E, vagyis 6 heted szer 42 centiméter, héttel itt is egyszerűsíthetek, és így ez 6, vagyis 6 x 6 az 36 és centiméter. És akkor válaszoljunk a kérdésre. A hasonló ötszög oldalai 30 cm, 12 cm, 24 cm, 18 cm és 36 cm hosszúak. Ennyi volt ez a feladat.